Autó közeledik. Nem állok fel. Kitartok. A testem forró, a szívem erősen ver. Kingára gondolok, hogy ott szuszok fent az ágyamban. A többi nőre, akik most mind ágyakban szuszognak. Szuszokatnék én is, ha nem is akár oda sok helyen. Józan lennék és nyugodt. Reggel kapnék rántottát, az okniaim és az alsógatyáim tisztán és illatosan várnak a reggelt. Lenne kutyánk, sorozatokat néznénk, moziba és színházba járnánk, sétálni, fürdőbe, kirándulni. Barátokkal iszogatni pénteken, de kizárólag csak pénteken. Az anyósnál ebédelni vasárnap, akármelyikükkel lejöhetném az életemet. Hiszen ez a normális élet. Ez az egyetlen élet. Csupán abban különbözünk, hogy ki milyen sorozatot néz, milyen kutyája van, milyen moziba jár és ott mit néz, hol szeret sétálni, fürödni, strandon vagy a mocskos Dunában, hogyan kirándul, kimegy és leül az erdőbe vagy keresztül sétál rajta. Miféle barátai vannak és hol találkozik velük. Rakott krumplit készít-e az anyós, vagy sólettet, vagy csevapot, vagy konomiakit. Dudál a taxis. Az a megjelent Gerlóci Márton, a csemegepultos naplója.